2021-től 2030-ig tartó időszakot az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szervezete az óceánok évtizedévé nyilvánította. A hivatalos név ENSZ óceánkutatás évtizede a fenntartható fejlődésért, de hát ez az egész dolog arról szól, hogy a tudomány által az óceánokról, a tengerekről szerzett ismereteket növeljük, és ezeket az ismereteket aztán az óceánok védelmébe és fenntartható hasznosításában felhasználjuk. Talán van, aki azt gondolja, hogy ez persze csak a szakembereknek, a kutatóknak vagy a döntéshozóknak az ügye, és olyan országoké, amelyek tengerparttal rendelkeznek, de ez nem így van. Egyrészt azért, mert a világóceán, a világtengerek azok földünk felszínének 71%-át borítják, majdnem a háromnegyedét, és minden, ami az óceánokkal történik, az az egész bolygónkra hatással van, még azokra az országokra is, amelyek egyébként nem rendelkeznek tengerparttal, szárazföldi országok. Másrészt az óceánok évtizedének egyik fontos területe az óceánokkal, világtengerekkel és ezen belül a tenger élővilággal kapcsolatos általános műveltség, általános ismeretek terjesztése, ami egy olyan fontos eleme ennek az egész óceánok évtizedének, hogy az ENSZ-nek a nevelési, kutatási és tudományos szervezete, az UNESCO külön is foglalkozik ezzel. Magyarországon pedig a tengeri élővilágról a legtöbbet megtudni, a legtöbbet megtapasztalni itt a budapesti állatkertben lehet. Az első nyilvános akvárium Magyarországon, ahol tengeri állatokat is lehetett látni, itt nyílt meg a budapesti állatkert részeként 1912-ben, vagyis éppen 110 évvel ezelőtt, és ez a régi műemlék akvárium, ami a Pálmaház alatt található, ez mind a mai napig működik. Kezdetben fele részben édesvízi, fele részben pedig tengeri akvárium volt, de az elmúlt években inkább a hangsúly a trópusi édesvizek felé tolódott el, tehát főleg a trópusi újvilág édesvízi állatait lehet ott most látni, de azért van olyan medence is ebbe a régi klasszikus műemlék akváriumba is, ahol ma is tengeri állatok, például murénák láthatóak. Ennek a régi és egyébként műemléki oltalom alatt álló klasszikus akváriumnak az is a különlegessége, hogy nagyon szép épített környezetben van. Azok a mozaikok, amelyeket annak idején Rót Miksa császári és királyi üvegműves és mozaikművészmester műhelyében készültek, ma is megvannak és egészen egyedivé különlegesé teszik ezt a régi akváriumot. Időközben a tengeri állatok bemutatásának a hangsúlya, hogy az állatkert területén belül a 2018-ban megnyílt cápasuli felé tolódott el. Itt minden korábbinál nagyobb medencében, illetve több medencében is tudunk tengeri állatokat bemutatni, és hát ami nagyon népszerű, hogy itt az állatgondozók rendszeresen foglalkoznak, sőt könnyű búvár felszerelésben le is merülnek a cápák közé. Nekünk itt Magyarországon, és azt hiszem ezzel a legtöbb látogatunk így van, a tengeri látnivalók eleve exotikumot jelentenek, és ezért is nagyon népszerű ez a bemutatóhely. És igazából, mikor a fejlesztések irányán gondolkodtunk, akkor meg is kérdeztük a közönségünket, közvéleménykutatást is tartottunk, hogy mit szeretnének látni, és az egyik leggyakrabban visszatérő elem az az volt, hogy cápákat, tengeri állatokat szeretnének még többet, még nagyobbat, még látványosabban, úgyhogy ezért készült el a cápasuli is, és tulajdonképpen a cápa egy előfutára, egy későbbi, még nagyobb szabású tengeri bemutatóhelynek, ami majd a készülő Pannon Parknak, a biodómnak a része lesz. Heti 5 napon, amikor az állatgondozók lemerülnek a cápák közé, hogy etessék őket, illetve tréningezzenek velük, ez a program 12 órakor egy olyan népszerű program, hogy bizony forgalmasabb napokon nem is olyan egyszerű megfelelő helyet találni itt a nagy üvegfelületek előtt, hogy mindenki mindent jól lásson, tehát az érdeklődés akkor, hogy kicsit már ezt a cápasulit is kinőttük. Az állatkertben az a célunk, hogy eljöjjenek hozzánk az emberek, a családok, itt jól érezzék magukat, izgalmas, állatos, növényes élményekben részesüljenek, amit később is szívesen felidéznek, és közben szeretnénk, hogyha mire hazamennek az állatkertből, egy kicsit többet tudnának az élővilágról és annak a működéséről ahhoz képest, mint amikor ide érkeztek, és hogyha ez a tengeri élővilággal, a tengerek, óceánok világával kapcsolatban is így van, akkor mi is tettünk valamit azokért a célokért, amelyek az ENSZ óceánok évtizedének a célkitűzése is egyben.